a legértékesebb és legmélyebb tudás úgy keletkezik, hogy a saját magunk tapasztaljuk meg azt, amit szeretnénk tudni. Nem jó az, ha megmondják, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és mit kell tudnunk. Sokkal jobb, ha végigjárjuk magunk azt az utat, amely elvezet minket majd a célhoz. Legalábbis megszerezzük azt a tudást, ami ehhez szükséges. Ma már az természetes, hogy önfejlesztésen keresztül haladunk és kapjuk meg a tudásunkat, tehát nagyon sok saját energiát és munkát fektetünk bele, abba, hogy kik legyünk. Viszont fontos az is, hogy az önfejlesztés a megfelelő alapokra tegyük rá. Ez a megfelelő alap nem más, mint te vagy. Tudnod kell, hogy ki vagy és ki lehet belőled, és ez a tudás fontos ahhoz, hogy pontosan megválasz az, hogy mit kell tanuljál, és hogyan kell tanuljad. Tehát nem azt kell megtudni, hogy milyen szakmát tanuljál, hanem azt kell felfedez, hogy miben vagy a legtehetségesebb, mi az, amivel boldogabb életet tudsz élni. Ezek egyrészt képességek, amelyeket már sejthetsz is, de vannak olyanok is, amelyek még nem jöttek elő, pedig fontosak ahhoz, hogy akár egy teljesen más életet élj, amelyben sikeresebb lehetsz, mint amit most csinálsz. Természetesen nem az a lényeg, hogy mindig új életet kell kezdeni, vagy má más kell csinálni, mint eddig, hanem a lényeg az, hogy másképp kell csinálni. Ehhez szükségesek a rejtett, illetve a nem rejtett belső értékek. Legelőször egyébként a szabadságot és az önállóságot kell kialakítani, ezek után fogod tudni felfedezni azt, hogy valójában te ki vagy. Újra elindítom a minikurzust, amelyre szeretettel várlak, amelyben életmodelleken keresztül fogok segíteni abban, hogy felfedezd magadat. Az életmodellek azért fontosak, mert az életet modellezük, leegyszerűsítjük olyan szintre, amely érthető és könnyen kezelhető, így egy hétvége alatt rengeteg lehetőségünk van életszituációkat gyakorolni, abban kipróbálni saját magadat, és saját magad megtapasztalod azt, hogy miben tudsz elakadni, és miben tudsz könnyedén haladni. Tehát a lényeg a gyakorlati élmény, amelyben cselekedned kell gondolkodnod és átélni szituációkat. Ebből fogod megtudni azt, hogy merre lehet fejlesztened saját magadat, és ezek után tudod kiválasztani a legjobb irányokat és a legjobb módszereket. Maga ez a tapasztalás is egy olyan folyamat, amelyben fejlődési lehetőségeket építünk be, mert akkor tudod meg, hogy ki vagy, hogyha egy fejlődési folyamaton végigmész? Ha esetleg követted az eddigi videóimat, akkor láthatod a gondolkodásmódomat, amelyben nem jelentek ki olyat, hogy valaki tud ilyet vagy olyat, hanem a lényeg az, hogy minden nap valamilyen kihívás elé lehet állítani az embereket, és ezáltal fognak tudni fejlődni. Tehát holnap többet fogsz tudni, mint ma tudtál. Ennek a dinamikája, hogy mennyivel fogsz tudni többet, ez fogja megmutatni azt, hogy te ki vagy, és milyen képességekkel rendelkezel. A szemináriumon, a minikurzuson ugyanilyen kihívások elé foglak tehát állítani, és a fejlődési folyamadó fogod megtudni azt, hogy mivel érdemes majd foglalkoznod. Tehát maga a feltárás és egy fejlesztési folyamat, amelyben szabadságot, önállóságot, ahogy előbb is mondtam, fogsz kapni, illetve fejlődni fog maga a személyiséged, de nem egy konkrét irányba, hanem általánosan olyan, mint az egészségben, amikor azt mondod, hogy jól érzed magad, nem konkrétizálod, hogy a kezed érzi jól magát, vagy a lábad, hanem úgy teljes önmagadat jól érzed, és egészséges vagy. A minikurzus két modulból fog állni, az első modulban főleg a szabadság fogunk foglalkozni, és a mozgással, a második modulban viszont az világot fogjuk fejleszteni. Ennek az ötvözete fogja megadni azt, hogy igazán tapasztalt legyél abban, hogy miben vagy a legjobb. A két modul között lesz egy hónap, és ez a hónap fontos ahhoz, hogy létrejöjjenek olyan változások, beérjenek azok a változások, amelyeket az első modulban eszközöltünk, és várjuk, hogy a második modulban építhessünk rá. Tehát azért minikurzusban fogom megszervezni ezt az egészet, és nem egyetlen egy tanfolyamban, mert kell egy hosszabb idő, hogy megtörténjen az a változás, amire szükséged van. Ez egy út tehát, amelyet te fogsz felépíteni, és ebben fogok én segítséget nyújtani a kurzus által. Bármilyen célod is van az életben, akár már belekezdtél, akár még nem, de mindenképpen meg tudjuk erősíteni azokat a lehetőségeket, amelyek majd megadják azt, hogy a céljaidat elérhessd.